Hideg zuhanyzás az elefántoknak, ők is nehezen viselik a 30 fok feletti hőmérsékletet. 500 faj, 5000 állata éli minden napjait Sóstón a Nyíregyházi állatparkban. A nagy melegben minden állatra saját igényei szerint fordítanak több figyelmet ilyenkor az állatpark gondozói. Az emlősök mellett főleg trópusi tengeri halakat láthatnak a vendégek az állatparkban, akikre ugyanúgy oda kell figyelni. Ezek az állatok nagyon érzékenyek, medencéjüket folyamatosan hűteni kell, míg a halak mellett élő korallok a túlzottan felmelegedett vízben akár ki is pusztulhatnak. Az állatparknak 5000 lakója van, ennek jó része egzotikus meleg tájak van, őshonos, de nyilván ilyenkor nagyon kell figyelnünk rájuk. Például a főemlőseinek, a gibbonyainak, a gorillátnak vagy az orángutánoknak jeges banáncsemegét készítünk, míg a fóka vagy medveféléknek halat fagyasztunk jeges formában. Nagyon fontos az, hogy mindenki jól érezze magát. Mögöttem például most éppen az ázsiai elefántokat fürdetik, hiszen ez folyamatosan igénylik ezek a hatalmas nagy testű állatok. Az, hogy vízzel locsoljuk őket, több szempontból is nagyon fontos. Egyrészt utána ők porfürdőt vesznek, és ez a különleges sárréteg, ami a bőrükre ragad, ez nem csak a nap ellen védi őket, hanem az élősködők ellen is, és ez kiváló komfortérzetet biztosít a számukra. A jeges medvék főleg nem ehhez az időjáráshoz szoktak. Nekik például klimatizált barlangot építettek az állatparkban, a vastagbőrű emlősök számára pedig dagonyázó helyeket alakítottak ki. Az is segítség itt Nyíregyházán, hogy a több mint 30 hektáros tölgyerdő sok helyen árnyékos területet biztosít a vendégek és az állatok számára egyaránt. De a látogatók a zöld piramis előtti szökőkútnál is felfrissülhetnek.